Csak úgy, mint az elmúlt szezonban, a testnevelési egyetem csapatával vívja az elődöntőt a nyíregyházi kosársuli. A párharc első meccsén Budapesten az első negyedet egy ponttal nyerte a házigazda, amely a második 10 percben 8 pontot tett hozzá előnyéhez. A nagy szünet után mindent megpróbált a faul problémákkal küszködő vendégcsapat, de az csak arra volt elegendő, hogy kétszoros negyedet játszon a sportszerűség határán kosarazó TFS-ével. A fővárosiak végül 13 pontos győzelmet arattak, amivel lépés előnybe kerültek a két nyert meccsig tartó párharcban. A kosárlabdához nem túl sok köze volt ennek a mérkőzésnek, az a csapat nyert, aki sokkal keményebb, agresszívabb, harcosabb volt, aki jobban tudta talán a fizikai fölényét alkalmazni ezen a mérkőzésen. Maga a játékvezetés, ugye ez mindig annak megfelelően kell játszani, mérkőzés a játékvezetés engedi. Na most ez a mérkőzés volt, ahol igencsak keményen, akár a harcművészet terén is alkalmazott bizonyos fogásokat alkalmazott, kellett volna nyernünk. Sajnos nekünk ez nem sikerült megoldani, főleg úgy nem, hogy a kulcsjátékosainknak már az első fél időben 3-4 faultja volt. Tavaly a nyíregyháziak jutottak a döntőbe. Az NKS legrutinosabb játékosa, Farkasinszki Orsolya szerint a második mérkőzésen van esélyük arra, hogy kiegyenlítsék a párharcot. Keménységben azt gondolom, hogy fel kell vennünk a TF-fel a harcot, hogyha ez sikerülni fog, akkor azt gondolom, hogy nekünk állhat ez a győzelem, vagy ez a mérkőzés. Kintről, hogyha egy kicsit pontosabban tudunk betalálni, az szintúgy segíthet, illetve nyilvánvalóan a több mozgással kell megpróbálnunk a palánk alatti helyzeteinket is megoldani, illetve kihasználni. Nem reménytelen, azt gondolom, ez a mérkőzés, tehát 12-3 pont lett, nem tudom most pontosan, ugye fent Pesten is, tehát ez azért nem egy olyan különbség, amit ne lehetne ledolgozni. Ha pontosabbak vagyunk, szerintem akkor még lesz ez a mérkőzés. A nyíregyházi kosársuli TFS-e mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Szent Imre gimnázium csarnokában. Amennyiben a hazaiak győznek, a harmadik mérkőzés egy héttel később lesz Budapesten.